2010-ben úgy érzem, hogy lett volna neki egy óriási lehetőség az egyetlen magyar politikus, talán a második világháború óta, aki tudta volna valamennyivel egyeztetni ezt az ország. 2010 óta egy kicsit az a hangulat, hogy nagyon az a hangulat sugárzik, hogy aki nem velünk, ellenünk van. Kicsi Rákosi Mátyás jellegű. Nick Thorpe a 80-as években költözött Magyarországra, és 1986 óta a BBC budapesti tudósítója. A következő egy órában kérdezni fogom politikáról, újságírásról, közszolgálatiságról, és a legutóbbi Orbán Viktornak címzett felvetéséről is. Nem kell félni a független és a nemzetközi médiától, és ha esetleg, ha több interjút adna nekünk, nem kellene nekünk templomok előtt, kórház, folyosón, határátkelő helyen, kávézóban várni. Nagyon hálás lennék, és talán ez a bizonyos hungarofóbia, ami létezik a világon, esetleg ez csökkenteni lehet, ha több lehetőség lenne személyes interjút csinálni. Kezdjük a legutóbbi kormányinfós, sajtótájékoztatókon meglehetősen szokatlan jelenettel. Mikor és minek a hatására döntötted el, hogy nyilvánosan arra fogod bátorítani Orbán Viktort, hogy adjon több interjút? Mint minden más újságíró, csak a korábbi este délután tudtam, hogy lesz sajtókonferencián. Az az igazság, kicsit beteg voltam, meg voltam fázva, nem voltam biztos, hogy megyek. Aznap reggel felébredtem, és gondoltam, hát lesz egy alkalom egy kérdést tenni, és pont a te kérdésed a templom előtt volt a fejemben valami miatt, és régóta úgy érzem, hogy más lehetne a kormány nyilvánosság elej. Az talán lesz egy lehetőség nekem. Hát nem tanácsot adni a miniszterelnöknek, de valamit javasolni, vagy tenni csendesen, nyugodtan, higgadtan egy ilyen meghívó igazán, hogy hát, ha igazán érdekli, ami persze muszáj, hogy érdekli neki a Magyarországnak, a külvilágbannak a képe, esetleg, ha több interjút adna nektek itt a Telexnél, a HVG-nek, a Válasznak, mindenkinek, 24.hu-nak, talán lenne több, nem olyan ellenséges, mert mindig úgy érzem, hogy ez az ellentét, ez az ellenség, ami a két oldal néz egymás Magyarországon, ez nagyon káros. És akkor gondoltam, utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy bedobom ezt az ötlet, hogy hát, ha beszélne, és örültem is az ő válasz, az is elég kedvesen reagált az egésznek, és most persze biztos, mint ti, várok az interjú lehetőséget. Kell egyébként egyeztetned? Mondjuk akár egy ilyen, akár a kérdésekről, hogy mondjuk mit kérdezel meg egy miniszterelnöktől, vagy konzultálsz-e mondjuk a kollégákkal a BBC-nél? Nem, egyáltalán. Ez a saját döntésem volt. Szóltam persze a szerkesztőségnek a Londonban, hogy lesz ez a sajtókonferencia, és hát ha mond valamit érdekeset. Az az érdekes, hogy két óra alatt nem sikerült a miniszterelnöknek valamit mondani, ami érdekes lett volna nekem újságírónak, külföldi újságírónak, és akkor nem is igazán tudósítottam a sajtókonferenciáról. Ezek a dolgok mindig egy olyan fajta színház. Nem véletlenül, hogy Színház utcában van a Karmelita Kolostor, ez egyfajta miniszterelnöki cirkusz, vagy színház, amikor mindenki teszi a kérdést, válaszol, de nem mint egy interjú helyzetben, amikor komoly kérdéset lehet következni, újabb és újabb kérdést tenni, és próbálni egy komoly választ kapni. Amit érdekel a BBC-nek most persze, az a viszony az EU-val, a viszony Oroszországgal, Ukrajnával kapcsolatban, és semmi újat nem mondott, akkor ez volt az ennyit sikerült aznap igazán tenni, hogy egy javaslatot tenni a miniszterelnöknek, hogy hát, ha egy kicsit kevésbé ellentétes vagy agresszív lenne az ő média jelenet. Ugye Orbán Viktor a válaszában úgy fogalmazott, hogy majd akkor ad interjút, hogyha lesz
mondani valója, illetve hogy ő nem zárkózik el az ilyen lehetőségek elől, hogyha egyébként van értelmes konzultációs lehetőség, de hogy revolver kérdésekre nem szívesen válaszol. Ezt te hogyan értékeled? Hát nem szeretem ez a revolver szó igazán. Ez a mi dolgunk, mint ti jól tudnak is, azt, hogy számon kellni a mindenkori kormány. Ez a dolgunk, mint legyen ez mint közszolgálati média, vagy mint másfajta újságíró, hogy nem a mi dolgunk az egyik oldalon lenni, vagy a másik. Persze, ha van egy olyan helyzet, mint most Magyarországon, amikor a parlamenti ellenség, ellenzék, olyan gyenge, akkor várható, hogy a kormány oldal fog tekinteni bármilyen komoly kérdés, mint egy olyan ellenzéki akció egyfajta, de ez az ő dolguk nem így tekinteni. Volt számos Fidesz politikusok az éveken át, aki mondta, hogy jobb lenne nekik, mint kormány, ha lenne egy komolyabb ellenzék, és szerintem ez a veszély föláll, hogy a mi kérdéseink igen, ellenzéki jellegű halanak, de persze ez nem ez a mi dolgunk, nem ellenzéki lenni, nem valamilyen párthoz lenni a dolgozók, hanem független maradni, objektív, és tenni komoly kérdések, minél több lehetőség van. Erre majd még ki fogunk térni mélyebben is magára a függetlenség és objektivitásnak a kérdéskörére, de megragad bennem az, ahogy az előbb úgy fogalmaztál, hogy színháznak nevezted ezeket a miniszterelnöki sajtótájékoztatókat. Miért gondolod így? Hát soha az egész újságírói 36-37 évek alatt ritkán kaptam valamit egy sajtókonferenciáról. Ha tanítok fiatal újságíróknak ma, én mondom, hogy tudjátok elkerülni a sajtókonferenciákra, mennyi inkább igazi emberekkel beszélni, és aztán, ha van egy helyzet valahol, vagy egy sztori, akkor lehet fordulni egy politikushoz, vagy bárki, aki hivatalos pozícióban van, és kérdezni a konkrét esetekről egy igazi élet alapú dolog. Legyen ez lent a határon, legyen ez egy kisvárosban, egy faluban. És emlékszem az első sajtókonferencián, ahol részt vettem 86-ban Budapesten, Edvard Shevardnadze, az akkori Szovjetunió külügyminiszter volt, és ott is volt egy csomó szelíd magyar újságírók a kormány oldalról, mert persze csak kormány oldal volt akkor a párt oldalról, akik kérdezték nagyjából, miért olyan szép a Szovjetunió, hogy tetszik itt Budapest. És föltettem a kezemet 26 évesen, és kérdeztem a külügyminiszterről, mikor fogtok kivonulni Afganisztánból. És végül is az volt az érdekes, hogy a Shevardnadzénak nagyon tetszett a kérdés, mert ő is unta ez a sok propaganda jellegű kérdések, pont úgy, mint most. Szerintem Orbán Viktor örül a komoly kérdéseknek is egy ilyen színházi vagy cirkuszi helyzetben, és elég komoly választ néha tud adni. A Shevardnadze is 10 percet válaszolt az én kérdésemnek, de általában elkerülök ez a sajtókonferenciát. De most például a jelenlegi kormányinfón úgy élted meg, vagy úgy értékeled, hogy például mondjuk itt Orbán Viktor örült a komoly kérdéseknek? Igen. És nem csak az enyém, az összes komoly kérdéseknek. Elég türelmetlen volt többször, nem tudom, az M1-jel, az Origóval, a pesti srácokkal, mert ők kicsit várható kérdések voltak. Uh-huh. De hogy akkor viszont azért ott érzékelek egy ellentmondást ebben az állításodban, hogy akkor miért van olyan ritkán lehetőség arra, hogy ilyen kérdéseket lehessen feltenni a miniszterelnöknek, hogyha egyébként szerinted megörül? Igen. Igen, szerintem ez egy konstrukció, ez egy hozzáállás. Ők nem csak Orbán Viktor, hanem az egész csoportja úgy döntött, hogy az a stratégia, hogy csak interjút ad, ha van nekik egy cél, például akkor győzni a német szavazó polgárok, hogy valami hozzáállás a saját kormány felé, vagy egy nemzetközi kérdés, mint mondjuk a migrációhoz,
és akkor az Orbán, vagy az ő csoportja inkább dönti, melyik médiának fog adni ez az üzenet, hogy akkor nagyon pontos lett ez az egész gépezet, és mi, mint független újságírók, vagy nemzetközi újságírók, nagyjából nem csak ott vagyunk eszközök neki. És sajnálom ezt, ő nem egyedül abban, szerintem egyre több kormány így működik, és nem így volt, amikor én kezdtem újságírónak lenni. Az egész, mindegyik kormány kezd olyan propaganda felé, háromszavas tweetekkel kormányozni a Trumptól, de nem csak a jobb oldalon, a bal oldalon is, és ez nagyon sajnálom, mert ebből, bocsánat, ebből nem lesz jobban informált szavazó polgárok, ebből nem lesz boldogabb vagy csendesebb társadalom, mert ez az irány persze abban az irányban, hogy ez a fajta politikai kommunikáció az vezet egy mindenhol egy olyan feszültségekhez és konfliktusokhoz, egy polarizált társadalomhoz, akkor régi módi újságíró vagyok. Azt mondtad a sajtótájékoztatón a miniszterelnöknek, hogy te 14 éve vársz egy interjúra. Mit gondolsz, miért vársz ennyi ideje, miért nem adott neked az elmúlt 14 évben Orbán Viktor interjút? Sajnos ez a hozzáállás szerintem a mostani kormánytól már 2010 óta. Előbb nem, az első, a 98-tól 2002-ben nem így volt, amikor Kumin Ferenc volt a kormány szóvívő, de 2010 óta egy kicsit az a hangulat, vagy nagyon az a hangulat sugárzik, hogy aki nem velünk, ellenünk van. Egy kicsi Rákosi Mátyás jellegű gondolat. Persze azt nem ártatlan a mostani ellenzék ebben se. Emlékszem, nemrég beszéltem Szent Iványi Istvánnal az első MSZP-SZDSZ kormányról 94-től, és ő mondta nekem, hogy nem szokták sokat beszélni velem akkor, mert én nem voltam az ő emberük. És én válaszoltam neki úgy, mint én válaszolnám most bárkinek a Fidesz kormány vagy udvarban, hogy nem az a mi dolgunk, mint újságíró, valakinek az embere lenni, valamelyik táborház tartozni, hanem csak kedvesen, csendesen, kemény kérdéseket tenni. Mikor volt neked az utolsó interjúd a miniszterelnökkel, hogyan emlékszel vissza annak a hangulatára? Milyen volt az az interjú szituáció? Mint komoly interjú, többször volt ilyen 2002 és 2010 között. Persze akkor Fidesz volt ellenzékben, és akkor volt, látta akkor egy haszna annak. 2006 körül például, amikor a TV Ostrom volt, és a tüntetés sorozott a Gyurcsány a beszéd után. Aztán, de utoljára úgy emlékszem, egy bizonyos 2008-as háttérbeszélgetés egy kávézóban a Pozsonyi útban, és akkor sokat beszéltünk, csak négyen voltunk, úgy emlékszem, és ketten voltunk újságíró, az Orbán és meg valakié, és emlékszem, kérdeztem tőle, hogy ugye, ha nyertek 2010-ben, ami valószínű már volt 2008-ban, ugye nem fogtok kirúgni a fél ország hivatalakból, külügyminisztérium, belügyminisztérium, rendőrség, kórház, iskola igazgatók, egyetemi tanárok, azért, mert nyertek. Ugye nem fogtak ezt a rossz hagyományt folytatódni, és ő mondta, hogy de, fogok, és kérdeztem vissza, és hány emberről van szó. És rögtön azt mondta, hogy 12 ezer. Mintha ismerte volna mindenkinek a neve, akit kellene kirúgni a helyéből. És szerintem ez egy nagyon rossz hagyomány, és akkor is mertem mondani neki, hogy kár érte, mert így. És mit mondott erre? Mit mondott erre, hogy ez a 12 ember fognak szabotálni a mi politikánk, muszáj ezt csinálni, nincs más választ.
amit nekem egy kicsit nehéz elhinni, hogy igazán kell. 2010-ben úgy érzem, hogy lett volna neki egy óriási lehetőség az egyetlen magyar politikus, talán a második világháború óta, aki tudta volna valamennyivel egyeztetni ezt az ország. Ha az új alkotmányban belerakta volna dolgok, amit tetszenek a másik oldalonnak, vagy más véleményű emberek, lehetett volna, neki volt a támogatság, az intelligencia, a karizma egyeztetni ez a nagyon osztott ország, és ahelyett ő ment a saját irányban. Beszéltem akkor is olyan magánbeszélgetés, egy pohár bor mellett például a Balogh Zoltánnal, aki már az hiszem miniszter volt akkor, és kérdeztem, hogy miért kell kirúgni a Sólyom László a köztársasági elnök helyéből. És az jött a válasz, hogy kell itt egy forradalmat csinálni, kell mindent, amit elérték, vagy mindent, amit csinálták, mint új rendszer 90 óta, kell ezt eldobni, vagy elrakni, és valami újat kitalálni. És ugyanakkor emlékszem, volt egy interjú a Kis Jánossal a Magyar Narancsban, aki mondta az új alkotmányról, hogy ez a recept egy 100 éves polgárháborúnak. És egyetettek a Kis Jánossal, hogy ez is lett, hogy azóta mélyebbet a háborúban a gödrök, a front egyre keményebb lett, és úgy tudom, Angliában, más nyugati országban a képviselők, a parlamenti képviselők még mindig vacsoráznak együtt, beszélnek kávézókban, sétálnak az utcában, van kommunikáció köztük. Emlékszem Hankis Elemérnek, aki jó ismerős, majdnem barátom volt a 80-as években, 90-es évek elejékor, és mondta, hogy kell ezt a szerződés, a nem írott szerződés az állampolgárok és a mindenkori kormány közt, hogy végül is, ha mi nem szavaztunk rátok, akkor tolerálható, amit ti csináltak a hatalomban. De sajnos ez a hatalom, hogy ez túl keményen gyakorolnak, és hogy nincs hely beszélgetésnek, interjúknak, hanem van egy gépezet, és vagy részt veszel a gépezetben, vagy ellenségben tekintenek téged. Ez nagyon szomorú, és szerintem káros. Tavaly áprilisban voltak országgyűlési választások Magyarországon, ahol most már negyedjére kétharmaddal nyert a Fidesz zsinórban, ami azt jelenti, hogy 2023-ban most már 14. éve gyakorlatilag ellensúly nélkül kormányoz a Fidesz. Egy ilyen helyzetben újságíróként mennyire nehéz, vagy mennyire okoz neked kihívást, hogy kiegyensúlyozott tudjál maradni? Nagyon jó a kérdés, és nehéz, mert nem ennyivel, hogy ők 12, 13, 14 év után hatalomban vannak, hanem azt, hogy nehéz választ kapni komoly kérdéseknek. Régen tudtam hívni majdnem bármilyen miniszter, és vagy egy háttérbeszélgetés alapján jobban megérteni a kormány álláspont, vagy mi lesz, vagy mi történt, vagy pedig egy komoly interjút kérni. Egyre nehézebb lett velük beszélni, még mindig van kapcsolataim, az a dolgom, tartani a kapcsolatok, de kell szerintem mindannyiannak keresni azok a lehetőségek, hogy nem követni a mindennapi politikát, bármilyen fontos azt is, de hanem követni a mindennapi helyzetek, a szegénység a vidéken, a problémák az oktatásban és az egészségügyi minisztériumban, mi lesz, ha nem kap Magyarország ezt a pénzt, ami szánt az EU-tól. Mi van mindenféle szférában az országban,
és így erről tudósítani, és aztán fordulni a kormánynak, vagy az ellenzéknek, milyen ötletek van nekik is, mert ők is éhesek egy lehetőség mondani egy másik vélemény, és nem követni ezt a ping-pong meccs, ami megy gyakran a parlamentben, és az ember, mint újságíró gondolhatna, hogy talán ez a dolga mondani, mit mondtam a miniszterelnök, mit mondtam a valaki a demokratikus koalícióból, vagy a Momentumból, vagy a Jobbiktól, vagy a Mi Hazánkból. Érdekes lenne most nézni vidéken, mennyire népszerű lett a Mi Hazánk, mennyivel más az ő politikájuk a Fidesz kormány, a kormánypolitikától. Emlékszem, nem olyan rég beszéltem a Torockai Lászlóval lent Ásotthalomban, és nagyon örült, hogy én egy korábbi könyvemben írtam, hogy végül is ez a kerítés az az ő ötlete volt, ami a Fidesz átvett az akkori Jobbiktól. És akkor így alapján ez a dolgom mindenkivel beszélni és próbálni. Nem, persze az embernek van saját véleménye bármiről, de nem, én úgy tanultam újságírónak lenni, hogy nem kellene tudni, nem lenne szabad tudni egy cikktől, hogy melyik párt szavaznál, az a arany standard Angliában az újságíróknak lenni. Egyszer volt egy közvéleménykutatás a Daily Telegraph-nál Angliában, vagy nem közvéleménykutatás, valamilyen féle kutatás, és kiderült, hogy egy konzervatív lapnak privátban a többség újságíróknak a munkáspártra szavazták volna. Ez egy kicsit nehezebb lenne elképzelni Magyarországon. És mondjuk a saját munkáddal kapcsolatban mennyire érzed azt, hogy mondjuk ezt az aranysztenderdet azt minden egyes esetben meg tudtad tartani? Ugye van egy emlékezetes írás az elmúlt évekből, pont amikor az Index körül volt az összeomlás és a krízis, akkor ugye például abban az elemzésedben úgy fogalmaztál, hogy egy pártrendszer van kiépülőben Magyarországon, és emiatt ugye kaptál komoly kritikákat is, vagy kemény kritikákat mondjuk a kormánypárti sajtóban, hogy például mondjuk egy ilyen állításnak a megfogalmazása azt szerinted mennyire fér bele mondjuk abba, hogy ne tudják az olvasók, hogy te egyébként hát milyen a világnézeted? Igen, ezt mutatta, tanultam ettől a epizódból, hogy bármit mondasz, fognak támadni, ha tudnak, mert az úgy gondolnak, hogy ez a dolguk. Igazán azért mondtam akkor azt, mert én, mint újságíró, aki most 36 éve dolgozik itt, én voltam már újságíró itt egy párt rendszerben, és persze van dolgok, amit lehet hasonlítani, vannak dolgok, amit nem lehet hasonlítani. És azt, hogy a többi pártok olyan gyengék, és néha a Fidesz, a kormány viselkedik, mintha ők az egyetlen párt az országban, akkor az problémás egy demokráciában. De sajnálom ezt a vita, ami kitört, azt hiszem Fritz Tamástól jött a támadás. Beszéltem is vele utána, és kértem lehetőség a Magyar Nemzetben, kaptam is a lehetőséget válaszolni, de nem akkor tudtam volna visszavágni agresszívan és az ő írásai ellen, és mi a probléma Magyarországon, de úgy döntöttem, hogy inkább nem csinálok, mert egy ilyen konfliktusból így épül egy háború, hogy az egyik oldalon támad, a másik oldal támad, megint támadás után, és nem akartam visszatámadni. Nem szeretnék most támadni a kormány média se. Szerintem lenne a Kossuth Rádiónak is tudna, ha csak akarna tenni komolyabb kérdések. Nagyon remélem, hogy fognak, mert ők kapnak a lehetőséget gyakran beszélni a miniszterelnökkel. Beszéltél arról az imént, hogy újságíróként
azért érdemes kilépni abból a keretből, amit mondjuk a politikai adok-kapok jelent, és hogy mit mond az egyik párt, meg mit mond a másik, és foglalkozni azzal, hogy mi van az egészségügyben, oktatásban, szegénység vidéken. Mondjuk a BBC olvasóit mennyire érdekli bármi más azon kívül, hogy mi van Orbán Viktorral, vagy mit csinál a kormánya? Szerintem nagyon érdekel neki, és sőt, ha kínálok egy sztori a mostani politikában, gyakran azzal jön a válasz, hogy nem tavaly írtál ugyanazt, vagy nem tavaly volt egy hasonló helyzet, és néha muszáj nekem mondani, hogy igen. Volt tavaly például egy olyan sztori a fehér golyákról az Alföldön, a Hótobágyon, és tudtam valakitől, egy ismerősömtől, hogy meghalnak a fehér golyák, mert nincsenek szigetelve a villanyoszlopok rendesen. Lementem, pár napot töltetem a Hótobágyon, erről tudosítottam. Ezt a cég, amit a felelős volt a villanyoszlopok, véletlenül Mészáros Lőrincnek a érdekcsoportban volt. De ez nem volt, talán egy magyar újságírónak lehetett volna egy kemény cikket csinálni, amivel meg egyszer szítnak a Mészáros Lőrinc és az egész magyar gazdaságot. De ez nem volt érdekes nekem, és szerintem egy BBC olvasónak, a weboldalnak, vagy nézőnek a tévében, Afrikában, vagy Irakban, hogy ki ez a Mészáros Lőrinc. Ha volt nekem, ha 2,5 percem ezt megmagyarázni egy cikkben, és az volt a lényeg, hogy, és válaszolt is a cég, nem említettem sehol, nem volt a dolgom, hogy ő a melyik politikai oldalon állnak, vagy nem. És ez egy komoly probléma volt, meghalt 24 fehér golya egy oszlop, vagy pár oszlop alatt, és az én sajtóanyag válaszolva a cég azt ígérte, hogy fognak szigetelni ezek az oszlopok, és meg is csinálták, akkor ez egy siker sztori volt, és semmi politika nem volt benne. Van egy másik, tavaly is elég úgy érzem sikeres sztori, egy orosz rakéta mérnök, aki menekült Magyarországra, kért menedéket itt, és nem is kapott. Nem lehet tudni miért. A Helsinki Bizottság próbálta védeni őt, segített neki. Én írtam róla, több mint 1 millió ember olvasta a cikkem, és most kapott. Nem teljes menekült státus, hanem valamennyivel. Ilyenkor, ha egy cikkem tud hasznos lenni az igazi világban, nem tudom, ha volt politika ebben, de biztos volt, mert elég sok politika van mindenhol Magyarországon, de örültem nagyon, hogy egy cikkem esetleg, nem lehet tudni, tud segíteni valakinek az életében. Ha oldalra lépek, mert nem csak újságíró vagyok, hanem filmkészítő író vagyok, írtam egy könyvet a Dunáról, lett a Spektrumon sorozat erről, egyáltalán nem volt politikai jellegű, bárhova megyek most Magyarországon, megismernek az emberek az én sorozatomból, és mindenki örül, és örülnek, és szokták mondani is, hogy nincs semmi politika benne, hanem a Dunáról, a Duna népeiről, és jó volt csinálni egy ilyen, ez nekem volt egyfajta vigasztalás a mindennapi politikától, hogy nem olyan messze kell lépni, hogy kilépni ebből az ellentétből, a mindennapi politikai konfliktus, és lehet valamit szépet és érdekeset csinálni, ami tetszeni fog bárkinek az országban. Mondjuk neked a BBC-nél mennyire van szabad kezed, akár témaválasztás tekintetében? Tehát ugye most többféle témát is felsoroltál, hogy mikkel foglalkozol, vagy miket csináltál az elmúlt időszakban, hogy mennyire van az, hogy te döntöd el, hogy egy adott témáról, és akár az is érdekelne engem, és talán a nézőknek is izgalmas lehet, hogy mondjuk mennyire tudod te megválasztani azt, hogy mennyi időt foglalkozol egy adott témával?
szoborúszó vagyok, mindig is szoborúszó voltam. Lett volna lehetőségem szerződéses újságíró lenni a BBC-nek. Hát szerződésem van persze, de tudtam volna nem tudom, a központban dolgozni, tudtam volna minden három év tovább utazni. De ennyire érdekelt nekem ezt az ország, hogy úgy döntöttem, hogy itt maradok, és több ország innen tudósítok. Teljesen szobor a kezem, ilyen szempontból, hogy milyen témákkal foglalkozom, ennyivel van korlátozva, hogy ha nem tudok rábeszélni egy műsorvezető Brüsszelben vagy Londonban, hogy egy téma érdekes, nem is fogok tudósítani róla, mert nincs érdeklődés, és nem kapok fizetés érte. De ilyen szempontból általában én döntöm, hogy miről tudósítok. Néha telefonálnak, hogy van egy ötletük, vagy egy sorozat csinálnak, valamiből egy sorozat téma, és fognak fordulni egy kolléganőmnek Bécsben, Varsóban, Lisszabonban, Budapestre, és tudunk különböző oldalról látni valamit, de nagyjából én döntöm mindent. Ugye az látszik a nyugati sajtóban, és akár mondjuk Angliában is, hogy Magyarország azért egyre gyakrabban szerepel, egyre többet foglalkoznak mondjuk az itteni politikával. Szerinted miért ennyire érdekes Magyarország mondjuk akár Angliából nézve? Az a teljesítmény, ez a sikersztória az Orbán Viktornak, hogy ő, mint miniszterelnök, egy kis országnak sikerült Magyarország sokkal nagyobbra tenni az EU-n belül, de talán a világpolitikán belül, mint bárki más. Ez siker szerinted egyébként, vagy ahogyan elérte a siker? Sajnálom, hogy ilyen siker sikerült úgy, hogy mint konflikt a válság ember, vagy a válság okozó ember. De talán csak úgy lehetett. De ez jó Magyarországnak, hogy mindig a médiában van, nem lenne jobb, mint egy másik 10 vagy 9 milliós ország, mint Csehország, ami ritkán van. Hát ez az én kérdésem is egyébként, igen. Hogy ez jó szerinted egyébként? Hát mindenki tud, hol van Magyarországnak most. Hát nem mindenki, de sokan a világon. Ja, én jobban örülnék, ha ők azért tudnak, mert szép itt a Duna, mert itt szép a Dunakanyar, mert itt szép a Hótobágy, mert Magyarország jól működik együtt a románokkal, az osztrákkal, a csehekkel, a szlovákokkal, az ukrajnokkal. De most attól híres, az minek jó Magyarországnak, hogy ennyire erős az ellentét egy szomszéd országgal, Ukrajnával, ahol nagyon nagy szenvedés van most a háború miatt, és az Orbán Viktor nagyjából a világ médiában úgy tűnik, mintha ő inkább az orosz oldalon van, mint az ukrán oldalon. Szerintem ez problémás Magyarországnak, és hosszú távon ebből lesz befektetés, ebből lesz turisták. De nem mondom, hogy nem jó, hogy van vita a nagy kérdésekről. De kicsit úgy látom, hogy az ukrán háború előtt azt az Orbán Viktornak a szempontjából, hogy rohadt a nyugat, hogy a nyugati civilizáció vége van. És azt nyomta ezt a szöveg, ugyanúgy, mint a Putyin elnök, és bizonyos más, mint elnökök, vagy álomemberek. És pedig az a kihívás lett ehhez a narratívához, a Zelenszky elnök Ukrajnában, mert ő egy teljesen más narratívával jött, hogy bocsánat, nem romlik, nincs vége a nyugatnak, hanem mi Ukrajna akarunk tartozni oda, mert mi menekülni akarunk a Putyintól és az ő próbálkozásai egy új Szovjetunió teremteni. Mi akarunk független vagy tartozni a nyugathoz, ami a magyaroknak szerintem nagyon
a mindennapi magyarok nagyon jól értenek azt, hogy miért egy ország nem akar tartozni Moszkvának a szférához, és akkor hirtelen, és a nyugat valahogy jobban, talán saját meglepetéskor is jobban sikerült összeszedni magát és segíteni Ukrajnának ebben a helyzetben. És Magyarország nincs velük. Segít persze humanitárius oldalon, de ilyenkor, ha nem lenne nyugati fegyver most Ukrajnában, lenne egy bizonyos orosz-magyar határ. És ez jó lenne a magyaroknak. Akkor nagyon nehéz kérdések ez, és jó, hogy vita van. Legalább Orbán Viktor miatt több vita van erről az EU-n belül, a NATO-n belül, de nagyon sok embernek a világon az úgy látnak, hogy Magyarország most rossz oldalon áll ebben a konfliktusban, és a 20, ha visszanézve Orbán Viktor dicsérte az én tudásom a magyar történelemről, csak Horthy Miklóshoz kell visszanézni, hogy visszaemlékezni, hogy ha Magyarország rossz oldalon áll egy háborúban, vagy az első világháborúban, ez nagyon rossz, hosszú távú hatás lehet Magyarországnak és a magyar emberekre. A kormányinfós sajtótájékoztatón, ott ugye te is a kérdésedben Orbán Viktor kifejezésére reagálva azt mondtad, hogy van egy létező hungarofóbia a világban. Hogy mi lehet ennek az oka szerinted? Szerintem van objektív és szubjektív oka. Szerintem igaz, amit az Antal József mondta, a Hon Gyula is mondta volna szerintem valamikor, hogy Gönc Árpád mondta is, hogy van egy bizonyos arrogancia nyugaton, kelet felé. Nem mindig rossz volt nekik, hogy vasfüggöny lett, és a szegényebb részt Európában lehetett elfelejteni. És emlékszem, gyakran beszéltem a Söpflin Györggyel a Fideszben, egy darabig nagyon jó viszonyunk volt, és ez mindig nyomta ez. És van igazság benne, hogy a nyugat lenéz a keleti országok, mint Magyarország, és szerintem ez nem egy egészséges folyamat. Amikor írtam a Dunáról, én úgy írtam, mint egy nyugat-európai ember, aki fél élete élt Kelet-Európában, nagyon szeretem nem csak Magyarország, hanem Románia, Bulgária, Szerbia, Bosznia, és én utaztam fölfelé a Dunán, keletről nyugatra, a civilizált keletről, a barbá nyugat felé. Az volt a poén valahogy a könyvben és a sorozatban. És persze nem teljesen így van, de szerintem jogos az a panasz Kelet-Európában, hogy van egy hungárofóbia, romániofóbia, bulgárofóbia, szerbiafóbia, bozniafóbia nyugaton. És ezt én, mint író és újságíró és filmkészítő, én mindig próbálok valamit az én csendes, nyugat, higat tudási társaim saját módomon ellenállni és enyhíteni. Ezt segíteni, mert ez nem jogos. Említetted az Antal Józsefet és a Gönc Árpádot is, és engem nagyon érdekelne, hogy ugye te mondtad, hogy 36 éve vagy újságíró, és azon kevesek közé tartozol, akik a rendszerváltás óta az összes magyar kormány idején politikai tudósítóként is dolgoztál a Magyarországon, hogy te hogy látod, melyik kormány alatt volt mondjuk a legnagyobb nyitottság a sajtó felé, és melyik alatt a legkevésbé, és hogyha tudsz mondjuk erre példákat mondani, vagy konkrét történeteket, akkor az lenne a legjobb. Mindegyik kormányról sikerült tartani a kapcsolat. Antal Józsefékkel elég jól, mindig próbálok, mint újságíró, megismerni emberek, aki fognak segíteni, ha kell nekem egy interjú a miniszterelnökkel. Rendes volt a kapcsolat, tudtam, és amikor feszültséget voltak, mint mondjuk a taxiblokád, ők akarták a saját vélemény mondani erről a helyzetről.
ugyanúgy a Horn Gyulával, ő 90-es évek eleje óta van egy külföldi újságírók társaság, szövetség, a HIPA, és mindig meghívtunk az Antal József, a Horn Gyula mindig is jött, gyakran talán 2-3-szor egy évben, és emlékszem, a Horn Gyula egyszer egy ilyen beszélgetés, szükkörű beszélgetés mondta, hogy garantált a 12% az MSZP-nek. És ha mi megszüntetnénk, vagy eltörölnünk a nyugdíj, lenne egy 12%, mert ennyi ember mindig fog szavazni ránk. Azt a Horn Gyula, a régi MSZP-ről emlékszem, ő azt mondta. Az első Orbán kormány, könnyű volt velük beszélni, tartani a kapcsolat nem csak Orbán Viktorral, hanem a minisztereivel. Akkor Kumin Ferenc volt az ő sajtós, és vele volt minden heti kapcsolat. 2002 után a megyesi kormány, később a Gyurcsány kormány, emlékszem, először találkoztam a Gyurcsány Ferenccel 2002-ben, amikor ő még mindig sport, azt hiszem, vagy igen, sportminiszter volt. Sportminiszter volt, emlékszem. És emlékszem, hogy ott találkoztunk a parlamenthez közelhez, és ő beszélt arról akkor, hogy milyen fontos lenne, hogy az MSZP kicsit jobban foglalkozik a nemzettel, a magyar nemzettel, és nem lenne ez a probléma, hogy csak a jobb oldal Magyarországon foglalkozik a nemzettel, és beszél a nemzeti érdekekről, és kell az MSZP-nek ezt tanulni. És azt tetszett nekem, mert én is úgy éreztem, hogy hülyeség, hogy a bal oldal nem tud énekelni a himnusz, és a jobb oldal nagyon szépen tud énekelni a himnusz. Később, amikor a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett, egyszer voltam október 23-án a 301-es plottában, ahol az 56-os hősök vannak temetve, és néztem, amikor lett a himnusz, hogy az egész miniszterek közt, az MSZP-SZTSZ kormánytól csak a Gyurcsány Ferenc énekelt a himnusz. Emlékszem, amikor volt az internetadó tüntetés át az Erzsébet hídon. Először észrevettem, hogy ez nem csak baloldali vagy liberális emberek, fiatalok, akik részt vesznek a tüntetésben, hanem jobbikosok, vagy más fiatalok is, akik talán nem részt vesznek a mindennapi politikában, amikor átment a tömeg Erzsébet hídon, és énekelték a himnusz, és nagyon szépen énekelték a himnusz. Ez egy fontos dolog. Visszatérve a kérdésre, kaptam interjú a Gyurcsány Ferenccel az összödi beszéd után, amikor ő tudta, hogy talán nem kellett volna interjút adni. Épp nagyon rosszul viselkedett egy CNN interjúban, amikor mondta, hogy úgy tűnt, mintha nem tud, mit csinál, és hasonlóan én is kemény kérdések tettem neki az akkori események után. És így 2010-ig lehetett bármi, a mindenkori kormányol, mint újságíró, jó tartani a kapcsolatot. És a mai napig van egy pár miniszter, a mostani kormány is, aki tudok fölhívni, és tudom találkozni a kávéra, de egyre nehézebb lesz interjút kapni velük, vagy egy normális párbeszédet tartani a mostani kormánnyal. Sokat beszéltünk politikáról, magyar kormányokról, Fideszről. Kicsit engem magához, az újságíráshoz való hozzáállásod is érdekelne, hogy te szerinted a sajtóban mit jelent az, hogy közszolgálat? Szerintem minden újságíró is, aki nem dolgozik a közszolgálati médiának, kellene úgy képzelni a saját munkát, hogy ez egy közszolgálat. Mert nekünk van a privilégium, a lehetőség nem dolgozni egy unalmas irodában, vagy egy unalmas gyárban, hanem számon kérni, és a frontvonalakon átmenni, és bárkivel bármilyen kérdés tenni. Persze az
jobb helyzetben vagyok, mert ez a három kis betű BBC, tudok bárhol a világon bárkinek kérdezni az utcán, hogy bocsánat, BBC-től vagyok, tehetek egy pár kérdés önnek, és általában válaszolnak. Akkor szolgálunk egy demokráciában, a demokrácia nem csak arról szól, hogy politikai pártokról, hanem azt, hogy a társadalmi élet, a nagy kérdések, az identitásról, a pénzről, a szegénységről, a mindennapi problémák és örömökről, és közszolgálati, szerintem azért vagyok újságíró. Ha nem tudnék a közszolgálati lenni, ez az elképzelés, akkor nem maradnám ebben a szakmában. Azt, hogy objektivitás próbálni kell mindig az lenni, bármilyen lehetetlen. Mit jelent szerinted az, hogy objektivitás? Szerintem, ha egy háború, emlékszem, voltam a Makedóniában, amikor volt a felkelés, az albán közösség a makedón többség ellen. És az egyik nap ott tudósítottunk a makedón oldalról, a makedón kormány erők oldalon, ott álltunk a tankok mellett, és a következő nap átmentünk, amikor tűzszünet volt, a albán gerillákkal vagy felkelőkkel interjút készíteni, látni azok a kis faluk a hegy alján, amit mi figyeltünk, hogy bombáznak a korábbi nap. És ez egy kicsit extrém példát, de ugyanúgy kellene minden oldalról próbálni látni a dolog. De például az, hogy tehát én azt veszem észre, hogy még az objektivitásnak van egy olyan értelmezése, ami akár politikailag vezéreltnek is nevezhető, hogy ugyanolyan terjedelemben egymás mellé teszek két állítást, akár két ellentétes állítást, és majd az olvasó eldönti. Ez szerinted ez elégséges ahhoz, hogy valaki objektív? Jobb lenne, ha három vagy négy oldalról. Én nagyon sajnáltam, amikor volt a Covid helyzet itt a világon, hogy nem volt komoly vita a különböző stratégiákról. Nagyon gyorsan minden országban, Nagy-Britanniában is az volt, hogy otthon maradni, oltást kapni, aki az orvosi szakmából más véleménye volt, hogy milyen káros lesz, hogy mindenki otthon marad, hogy senki nem dolgozik, milyen pszichológiai problémák lesznek, milyen más problémákkal lesznek. Esetleg milyen problémák vannak az oltásokkal magával. Nem volt bárki, aki a mainstream szempontból valami más próbálta mondani, hogy legyen ez egy német zöld politikus, aki mondta azok a sok öreg ember, aki egyedül meghalnak, vagy szenvednek a betegségeiktől, ami nem semmi köze a Covid-hoz, de kellene egy társadalmi vita, és nem volt objektivitás, mert pánikba esett a politikusok és a média is minden országban, saját országon belül, és akkor nem volt akkor objektivitás, és bárki, aki más vélemény volt, akkor rögtön ő lett a hisztériá keltő, vagy a fake news, és akkor, mint objektív újságíró, sajnáltam a saját szakmám. Túl sok félelem volt akkor. Akkor nagy problémák vannak szerintem manapság a médiában, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, hogy tudunk mi ma objektívan tudósítani a helyzetről, bármilyen kérdésről. Egy olyan társadalomban vagy hangulatban, amikor Twitteren mindenki versenyzik valami élesebb mondani valaki más ellen, nagyobb a konfliktusok a social media miatt, és ez egy nagy probléma mindenhol. Mintha minden országban jobban van polarizálva a helyzet. Egy kicsit, mintha Magyarország exportálna a saját modell, hogy mindenki egymás ellen
harcol, és ebből nem lesz boldogabb ország, és nem lesz boldogabb világ. De mondjuk te a saját munkád során, hogyha meg tudod szólaltatni mind a két szereplőjét egy történetnek, akkor ott úgy érzed, hogy vége van nem, a feladatodnak? Nem, egyáltalán nem, mert gyakran az igazság a kettő közt esik, vagy egy harmadik. Kellene más oldalról ezt nézni. Azt a kérdés most például visszatérve a április 3-i választásra. Egy napot töltettem Márki-Zay Péterrel, amikor ő kampányolt. De kaptam sok támadást azt a cikk ellen, mert én töltettem egy napot Márki-Zay Péterrel. Nem is lehetett tudni, hol van Viktor, hol van Orbán Viktor. Fordultam sokszor állandóan, mint más újságíró, akkor, hogy tudni, hol lesz Orbán Viktor aznap. Nem is lehetett tudni. Hát ugye mi is kitettünk egy olvasói felhívást, és úgy tudtunk két eseményre elmenni, ahol ott volt. Igen, akkor nagyon nehéz ilyen helyzetben tovább objektív maradni, de az a dolgunk. Kicsit a BBC-vel kapcsolatban érdekel egyébként engem, hogy időről időre azért a BBC-t is szokta kritika érni. Mondjuk például Angliában amiatt kritizálják, hogy elfogult a torik irányába, és van is egy olyan konkrét eset, például mondjuk a Ken Loach filmrendező arról beszélt nem régiben, hogy a Jeremy Corbyn politikai projektjének a megsemmisítésében, abban mondjuk a BBC egy aktív szereplő volt, mert például az egyik esti TV műsorban gyakorlatilag úgy ábrázolták, mint hogyha ő lenne Lenin. Hogy mennyire lehet megalapozottak mondjuk ezek a kritikák szerinted? Szerintem nem szeretnék túl rosszat beszélni a saját médiámról, de szerintem van egy nagy probléma sok országban, hogy túl személyes lett mindent. Amikor Boris Johnson volt brit miniszterelnök, a BBC elég keményen utána ment, sok kérdésekkel kérdőjelezni az ő szerepe, az ő viselkedés, sok minden. Ugyanúgy csináltunk a Jeremy Corbynnal, amikor ő volt a munkáspárti vezető. És szerintem az a probléma nem az, hogy elfogult voltunk, vagy vagyunk valamelyik irányban, hanem személyekről. Egyre nagyobb a mai világon a személyekről. Mi az induló pontunk volt ennek a beszélgetésnek, volt, amit én javasoltam Orbán Viktornak. Nagyobb problémák vannak Magyarországon, mint Orbán Viktor. A szegénység, a tanári fizetés, az egészségügyi, és itt ülünk, és fél idő beszélünk egy emberről. Ugyanazt a hibát követ a BBC szerintem, hogy túl sokat foglalkozunk valamilyen személlyel, és kellene visszatérni az igazi esetekről, a sztorikról, azt, hogy van itt, ha migrációról van szó, az Orbán Viktor föláll, és azt mondja, hogy 4.250.000 ember próbált tavaly bejutni Magyarországnak. Bármilyen újságíró, te vagy én, vagy Földes András, vagy bárki tud átmenni a szerb oldalra, Szobodkára, és kérdezni a menekültektől, kérdezni a gyakran magyar keresztényektől, akik segítenek az ottani menekülteknek, hogy mi a helyzet. És kiderül rögtön, hogy bárki oda jön, Afganisztánból, Szíriából, bárhonnan, próbál legalább 20, talán 25-szer átjutni a kerítésen. Akkor mi lesz a 250.000 emberről, ha mindenki próbál 25-ször átjutni, mielőtt megy Romániába, fizet valaki, és könnyen átjut Magyarországon, Ausztriába, vagy Németország felé, ebből lesz 10.000 ember, ami még mindig ez egy komoly emberi tömeg, de 10.000 egy kicsit más hangzik, mint a 250.000. És mindenki ezt tudja, ez megint egy játék, ezzel lehet azt a benyomást adni a magyar szavazópolgároknak, hogy van, Magyarország van fenyegetve délről, és nem csak keletről.
pedig nem igaz. Annyiban egyébként még maradnék a Angliánál, vagy a Nagy-Britanniánál, hogy az ottani politika és médiának a viszonya kapcsolata szerinted az mennyire működik jól. És most egyébként pont van egy olyan aktualitása ennek a témának, hogy a jelenlegi brit miniszterelnök, ugye megjelent az információ, hogy eddig szinte naponta kellett a minisztereknek járni, tévéinterjúkat adni és válaszolni a kérdésekre, de mostantól ritkábban fognak menni. Nehéz nekem igazán őszintén válaszolni erre, mert itt vagyok újságíró, jobban ismerem a magyar helyzet, mint a brit, mert igazán ritkán dolgoztam az életemben, mint újságíró Angliában. Az utolsó munka, ami volt nekem, Angliában pék voltam. Akkor és sajnos nincs időm a mindennapi politikát követni, mert túl érdekes, amit itt a térségben történik. De mondanám egy példát, nem a brit média és kormány kapcsolatról, hanem a brit egészségügy helyzetről, ami nagyon személyesen érintett engem. Tavaly ősszel nagyon beteg lett az édesanyám, 96 éves volt, kimentem több hétig vigyázni rá, közben agyvérzés kapott és bekerült intenzív osztályba, és én és a nővérem és az öcsém végig voltunk vele. Volt a lehetőség vele éjjel-nappal lenni egy kórházban, nem egy magánkórház, egy állami kórházban, és bármikor éjjel-nappal tudtunk információt kapni. 4-kor, hajnalkor tudtunk egy szakorvost találni, és tudni, milyen állapotban, milyen kezelés kap, miért nem kap egy másik kezelés. Azok a fontos kérdések, amikor egy rokonod, egy közeli rokonod van veszélyeztetve, van, súlyos állapotban van. És éreztem ott a szakdolgozók, az ápolók, az orvosok, egyrészt mindenki, majdnem mindenki bevánduló hátterű volt. A legtöbben vagy születték Sri Lankában, vagy Indiában, vagy másod nemzedék volt. De az volt a kedvesség, az információ, a nyitottság, amit az ember várna, mint állampolgár, bármilyen országban a világon, ez a méltóságot kapni. És azt kellene ezt a méltóság Magyarországnak is, nem csak az egészségügyben, az oktatásban, a mindennapi politikában, a média hatalom viszonyokról, a viszonyokban, és ezt úgy éreztem, büszke voltam, hogy, és boldog voltam, hogy egy olyan országban voltam, mint ott, mint Nagy-Britannia, hogy a saját országom tud ilyen segítőképes egy ilyen válság helyzetben. Tudom, hogy problémák vannak a brit egészségügy is. Ha az ember olvas az újságíró, az újságot, aznap, akkor minden este volt a BBC-ben és más médiában meg egy riport, hogy milyen szörnyű állapot van a brit egészségügy. Nem azt tapasztaltam, hanem egy nagyon jó egészségügy. És az volt az alap, hogy méltóság. Záró kérdés következik. Említetted azt is, hogy életednek a felét Magyarországon töltötted. Szokott olyan érzésed lenni, hogy szívesebben dolgoznál akár Angliában, vagy van-e olyan terved, hogy valaha még visszatérsz és ott fogsz dolgozni, vagy ott szeretnél élni? Egyelőre itt tervezem itt lenni, szeretem itt lenni. Szeretnék talán kevesebbet a mindennapi politikával foglalkozni, több könyvet írni, több filmsorozat csinálni. Most is készül egy új könyvem a Kárpátokról. Abban is nagy úgynevezett politikai kérdés lesz, a hovatartozás, az identitás is, de az a lényeg, az a hegység, és mit jelent az emberi viszonyok a hegységben. És így tudok képzelni, hogy itt maradok,
de egyre többet foglalkozom a környezettel, a természettel, a folyókkal, az erdőkkel, az alföldrel, és talán egyre kevesebbet a politikai harcokkal. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. Én is köszönöm. Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és támogasd a Telexet.